4 nap, 8 helyszín, közel 50 program. Köszöntjük Önöket! E heti híreinkben az idén is nagy sikerű Bakácsfestről számolunk be. A nevét 225 éve viselő Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, a 4 napos Bakácsfest idén már igazi összművészeti fesztivállá nőtte ki magát. A változatos és igényes zenei program kínálat mellett színházi előadások sora várta a közönséget a Calvin udvarban, ahol Ferencvároshoz kötődő színházak, a Nemzeti Színház, a Pince Színház, a Stúdió K és a Karaván Színház előadásait tekinthették meg. A pálinkátóban megítom tegnap pálinkát. Hogy vagy? Csak nem. Biztos nem emlékszel. Végül is lehet, az végül is lehet. Kiállításokkal is várták idén a fesztivál közönségét, a 225 éves Ferencváros Árpád-korig visszanyúló történetét a házasságkötő teremben ismerhették meg az érdeklődők. A Bakácsfest vendégei voltak idén is határon túli testvérvárosaink. A 2B galériában ezúttal a felvidéki Király Helmec mutatkozott be helytörténeti kiállítással. Ferencváros önkormányzata és a Ferencvárosi Művelődési Központ első alkalommal szervezte meg a nyitott galériát, melynek célja az volt, hogy a kerületben lakó vagy a kerülethez szorosan kapcsolódó művészek, festőművészek, fotográfusok, szobrászok bemutatkozhassanak. Így idén a Rádai utca, ami egyébként is számos galériának ad otthont, művészeti galériává alakult. Az utcán végig sétálva betekintést nyerhettünk az alkotói folyamatokba, és lehetőség nyílt megismerkedni az alkotó művészekkel is. Ferencvároshoz is kötődő filmvetítésekkel, helytörténeti sétákkal és persze gyermekprogramokkal várták a családokat. Nemzedékek nőttek fel a Gőgös Gúnár Gedeonon, írónője Varga Katalin is Ferencvárosban élt. Unokája Tarján Veronika zenésítette meg a művet, amit az írónő egykori Közraktár utcai otthonától nem messze a Bakács utca színpadán mutatott be. Nagyon sokáig itt lakott, mindenképpen a vásárcsarnokba járás együtt, meg a titkos polgári nagy hűvös lakás, amiben van egy szoba, amiben rengeteg titkos dolog van, és oda csak titokban lehet bemenni az unokatestvérekkel, testvérekkel, a kopogós írógépe, meg a rengeteg könyv, a rengeteg élménymese, nagyon sokat foglalkozott velünk, amikor itt voltunk. Az a fajta nagymama volt, akihez el lehetett jönni több napra, én akkor vidéken laktam éppen a szüleimmel, és akkor jöttem fel Pestre hozzá, és akkor itt a Közraktár utcában töltöttünk több napot nyáron is, tavaszi szünetben, szóval nagyon sok élményünk volt együtt. Süt a mama, süt, süt a mama, süt, túrós rétes, mákos rétes, süt a mama, süt, rétes, ettem kettőt, te is ettél kettőt. Kis kelemem, Zakariás, evett 12-t. Süt a mama, süt, süt a mama, süt, Sárikának, Márikának, süt a mama, süt. A Bakács utcában gasztronómiai különlegességek és remek borok várták a közönséget, és idén is volt lecsó főző bajnokság, rekordszámú csapat jelentkezett a versenyre. Ferencvárosi cégek, civil szervezetek, nemzetiségek és határon túli testvérvárosaink is elkészítették a vidékükre jellemző lecsót. A nyertes idén Sepsiszentgyörgy lett. A Bakács utcai színpad volt a helyszíne a humoróráknak is. Sándor György és Berec András nevettette meg a közönséget. Este pedig jazz színpaddá változott ez a helyszín. Fellépett többek között a Jazzation, a Várajai Petra trió és a The Americana projekt, akik meghívott vendége Zséda volt. Yeah.
És most térjünk át egy másik helyszínre. A Bakás téri nagy színpad program sorozata Hungarian Django Swing-gel kezdődött. A 30-as, 40-es évek hangulatát idézte meg a Swing a la Django zenekar. A Bakás téri nagyszínpadon Anglia egyik vezető ifjúsági zenekara, az Illingius Orchestra fiatal tagjai is felléptek, akik London legjobb zenei tanulmányokat folytató diákjai közül lettek kiválogatva. A zenekar először látogatott Magyarországra. Műsorukban részletet adtak elő Copland Rodeójából, továbbá Csajkovszki negyedik szimfóniáját és Brahms magyar táncaiból két tételt játszottak el. A Bakács Festen igyekeztek bemutatni minél többet Ferencváros kulturális életéből is, így kerületünk egyik büszkeségei, a Bakás téri Énekzenei Általános Iskola kórusa is fellépett. Ők azok, akik Deák Kristóf idén Oscar-díjat nyert, Mindenki című rövidfilmjében is szerepeltek. A Bakás tér közönsége pedig a filmből jól ismert Bodza Virág dalt is hallhatta. Az idei Bakácsfesten nem csak a nevét 225 éve viselő Ferencváros sokszínűségét elevenítették fel, hanem az idei Kodály emlékév kapcsán a magyar népdalok sokszínűségét is. A pécsi premier után Budapesten elsőként Ferencvárosba mutatták be Romvári Gergely rendezésében a Székelyfonót. Az előadás egyik különlegessége, hogy a daljáték alatt óriás kivetítőn követhették nyomon, ahogyan Czakó Ferenc élőben elkészíti a darabot megelevenítő homokanimációs filmjét. Az előadásban közreműködött a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Stúdiókórus és a Honvéd Férfikar, valamint a Misina Néptánc Együttes. Ezeknek a rajzoknak bele kell illeszkedni az adott időegységekből is. Ez 22 apró darabból áll, és hát gyakorlatilag mélységek, magasságok, emberi dolgok, szerelem alá, tehát minden van benne. Nekem nagyon jó, mert nagyon változatos, tehát rajzilag nagyon változatos az anyag. És hát gyakorlatilag én ezt a 80 percet egyfolytában végig rajzolom, független attól, hogy férfi kórus, női kórus, tánckar, szóristák, nagy zenekar, tehát egy nagy, tulajdonképpen egy nagy opusz lesz ez az egész. Tegnap az előadás után Kodály Népéccel is Arolta úgy fogalmazott a fogadáson, hogy több mint 30 rendezésben látta már a Székelyfonót, de ma este Kodály Zoli bácsi leült közénk. Szintén a Kodály emlékéhez kapcsolódva másnap a Bakás téri templomban Kodály Missa Brevisét hallhatta a közönség az Ars Nova Sacra énekegyüttes előadásában, akikhez dr. Bácskai János polgármester is csatlakozott. Thank you.
Bakácsfest utolsó estén a viharos időjárás miatt az előadás első része lett megtartva. Mozart Figaro házasságából adott keresztmetszetet Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, Kálnai Zsófia operaénekes és a ferencvárosi székhelyű Concerto Budapest. Nekem ez a darab, és általában Mozart operái megunhatatlanok. Tehát egyszerűen nem tudok betelni vele minden egyes alkalomkor, minden egyes zenei próbán, tehát amikor a zenekar próbál, én akkor is bemegyek, és szeretem meghallgatni, mert mindig hallok valami újat benne. Tehát ő valami olyan zseniális volt, akinek így föntről diktálták, ugye az ő manuszkriptjeiben nincs javítás, tehát az, hogy szinte mintha tényleg diktálta volna neki valaki, leírta azt, amit ő a kis antennájával hallott, és egy fantasztikus emberismerete volt. Nem is tudom, hogy ismerheti valaki ennyire a nőket férfi létére, és tényleg mindent tudott rólunk, mindent tudott az életről. Én nekem ő ezt adja minden egyes alkalommal, amikor Mozart darabokban fellépek. Meriti, lábita, imposto, metta, compricipito, si ancora, stetta, letta, letta, metta, compricipito, non crepita, non crepita, metta, compricipito, non crepita. A Bakácsfestről további beszámolót későbbi kulturális műsorainkban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, további kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!